így szögletre tudott hárítani. 4 perccel később Sluka. Még mindig ott pattog a labda. Sikerül középre adni. Rudnevs, ott a második. 0-2 ezzel. Rudnevszek ez volt már a 9. gólja a bajnokságban. Tehát az mondjuk a nyíregyházi védelem komoly kritikája, hogy ennyire tisztán szabadon maradjon ott Rudnevs. Csak egy pontos fejes kellett ahhoz, hogy meglegyen a második vendéggól is. 76. perc, Balázs indítása, Sluka némi szerencsével meg tudja tartani a labdát. És egy újabb fejes gól, ezúttal Pavicevic a szerzője, 0-3. Fütyül a közönség, gyakorlatilag szétfutja ellenfelét az Alegerszeg. Nagyon rosszul védekezik a Nyíregyháza, megint egy szabadon érkező ember. Pavicevic góljával eldőlni látszik a találkozó. Az Alegerszeg azonban nem hagyja abba a gólgyártást, ezúttal egy bombagól a végére. A 80. percben megint csak Rudnevs veszi be az ellenfél kapuját, ezzel megvan idénybeli 10. találata is. Kamber volt az, aki a gólpaszt adta, és e pillanatban lefújja találkozott Bognár Tamás játékvezető. Nyíregyháza az Alegerszeg, 0-4. Játék volt. 54. perc, Sluka szabadrugása, és ott a hazai gól. Jól érkezik középen Pavicevic, aki szép mozdulattal fejelt a hálóba. Pavicevic 10. gólja az NB1-ben, idén a 6., tehát kitűnő formában van a zalaegerszegi csatár. És ez még... Az ellentámadásból ugyanis a vendégek szereztek vezetést nagy szerencsével. Sluka lecsúszott beadása becsapta Vlaszákot. Nem volt benne a meccsben, de a szünetre ezzel szép támadást követően eldöntötték a meccset Illés Gyula révén. A Paksnak a... Szó szerint Walter, ez hosszú, de még elérhető, Rudnevs be középre, Walter elengedi, Sluka! 4-2 az Etének. És Sluka kimegy megköszönni Csank Jánosnak, aki integet neki, Alamerovics pedig le akarja birkózni a szlovákot a 16-oson belül. Játék. Ez megmutathatja a hazaiakat, és lőttek egy újabb gólt, bizony! Rudnevs 2-0, egy percen belül 2 gól, amit beszed a pápa. Hát van feladata Éber Györgynek, hogy valamit kifundáljon és elrendezzen a szünetben, ami most már nagyon közel. Itt Sluka! Nagyon jó alapja is, és ez az emelés elegáns, szűs fölött ballal a lett támadótól. Az Ete gólját szlovák lett koprodukcióban rajzolják meg a játékosok, és hozzák össze. 2-0. Igazán nem is nagyon mentek piros kék játékosok erre a labdára. Bakos. Gyakorlatilag Sukát indítja ez a labdával, Sluka zicser, Sluka lő, kivédi a kapus, és Rudnevsnek fölé a kipattanót. Hogy mekkora zicsere volt az Alegerszegnek, hogy eldöntse a meccset, azt gondolom, nem sikerült. Egy Bakos hiba után Sluka lő, vég szemei közé, végzoli kiüti, de érkezik. Ügyes pördítés Rudnevstől. Sluka. Ott van Balázs Zicserben, 4-1. Túl teljesítette a tervet, ha meccsenkénti 3-at veszük az Ete. Egy nagyon szép akció végén. A második bekapott még nem, gól még nem, a harmadik. Azt hiszem mentálisan megtörte a vasast. 81. percben 4-1. Jó csere volt Balázs volt. Ölövi a negyedik zalait. Elegánsan belsővel el
vég mellett. Sőt, ez már nem is kontra gyakorlatilag. Illés, mellette Szamosi. Illés, befelé húz, aztán visszacselezget Illés. Lekészíti Horváth, megpattan, nincs les, és ott az egyenlítő gól! Szluka egyenlít a semmiből gyakorlatilag. A 30. percben Horváth levágódó lövése meghozza az Ete egyenlítő gólját. Marian Szluka volt szemfüles, és éles szögből kilőtte a hosszú sarkot a kapufa érintésével.